Mások meg mosolyogva gondolnak vissza a múltra. Mi sem fejezi ki jobban azt, ahogy a felnőtt, megfáradt diák elhagyja iskoláját, mint ez a hangulatfestő szó. Baldag. De nézzük tovább. 12. C. Mire utal ez a pont? Egy osztály. A számból ítélve már mindent megélt védiákok társasága. De mit mond a tapasztalt elemző? Sokkal többet rejt magában ez a fogalom, 12. C. A tagozatosok, taggerek, egyházzenészek, gimisek osztálya. A következő szavakra asszociálhatunk volna. Káosz, kozmosz, originál köcsög, gamlösz, üljétek le, kalácska, bakikáci. Most pedig lássuk, miről szól a mű. Mi is a következő lépés? Télidő, keletkezési körülmények. Ez lesz az. 2014. szeptember 1-én, igen, amikor Jácin lelkésett, mert rossz buszra száll, a jelenlévők közül mindenkinek látnia kellett volna Rita néni fülig érő mosolyát, hiszen ilyen boldogságot nem láthattunk mindig az arcán. Pláne, amikor a B210-es termet szemétdombbá alakítottuk, vagy amikor a Balaton kicsinyített mását varázsoltuk tantermünk közepére. Most, 2018 májusában pedig itt állunk, kicsit megkomolyodva a búcsúzás előtt. A különböző népek teremtés történeteit elemezve mindannyiunk megjegyezte a szóvárost. Káosz, kozmosz. Osztályomban is a világ keletkezéséhez hasonlóan a káoszból szép lassan kozmosz épül. Az első napoktól, hetektől félő, izguló, egymást alig ismerő gólyából egy összetartó, egymást a bajban is oltalmazó, igazi csapat lett. Mindenki megtalálta a helyét, így épülhetett fel a mi saját kozmoszunk. A teremtés történetekben gyakran megjelenő anyamotívum ebben az esetben sem hiányozhat. Mondhatnánk, hogy Rita néni szimbolizálja az ősanyát, de mi mégis mindig úgy éreztük, hogy ő más volt, szinte már az osztálytársunk. Sosem felejtjük a négy szem közti beszélgetéseket, és amikor kirándulások alkalmával gyakran olyan jól szórakoztuk, hogy sikerült egyszer-kétszer letegeznünk. Az elemzés során ki kell térni a művet alakító, befolyásoló, fontos tényezőkre, körülményekre. Mozgalmas, igénykel teli volt ez a négy év. Rengeteg kalandos kirándulást élhettünk át, melyek mindegyikének megvan a saját szintünk. Néha a Rita néni nem szervezett elég programot ahhoz, hogy kijöjje belőlünk a sok felesleges energiát, felhívtuk, hogy elvesztünk, és egyébként is merre lehet éjszak, meg hogy börtönbe fogunk kerülni, mert vicceltünk. De sosem izgatta fel magát, mondván, hogy akkor üljétek le. És amikor megtanultuk, hogy mindig a nap felé kell menni, de a pécsi kirándulást is kellett volna kihagyni, különben hol is találkozhattunk volna a gámbosszát. Azt hiszem, élményeink közül az iskolai előadások sem maradhatnak ki. Az itt töltött éveink során számunkra a legfontosabb megmérettetés a népdaléleklési verseny volt, melynek fődíját, a vándorköcsögöt nem túlzás azt mondani, hogy rendszeresen megnyert. Felteszem, ez jobban foglalkoztatott minket, mint az érettségi. Most tehát hozzád szólt a köcsög. 9-ben, mikor megnyertük, nem tudtuk, milyen nagy értéked van. Még te sem tudtad, hogy mi vár rád a következő 4 évben. De aztán összeszoktunk, ugyanis 12-ben is megy, 10-ben is megnyertünk. Innentől számolható a köcsögláz, amelyben osztályunk éget. Közös célnak tűztük ki, hogy minden évben megszerzünk. Osztályunk jelképe lettél, mindig a tanári asztalról figyelted mozdulatainkat. Néha megviseltek furcsa szokásaink, például amikor a szüneti kosár foci meccsek során halálfélelmetben a palackok száguldásától valamelyikünk karja oltalmazott. Hiába az elővigyázatosság, megtörtént a tragédia, eltörtél. Hogy ne bukjunk, Lettekár behozott egy másik köcsögöt, de nem váltunk meg tőled. Darabjaidat gondosan összeszedtük és megőriztük. Így mikor tavaly Pekár köcsögét elnyerték tőlünk, amit a tegnapi utolsó tanítás napon sikerült előző köcsögünk sorsára juttatni, újraélesztettünk téged. Azóta még szebben tündökölsz az asztalon, mint korábban. Te vitathatatlanul szent és sérthetetlen tagja lettél osztályunknak.
Köszönjük, hogy velünk vagy, az együtt töltött idő egy percét sem felejtünk. A 4 év alatt rengeteg stilisztikai eszköz, stilális egyet ismerhettünk meg, nem csak a magyar óráknak köszönhetően. Tanáraink biztosították, hogy színes felhozatalát is már figyelhessük meg, gondolataink kifejezésének. Egy hónap se kellett, hogy megjegyezzük Rita néni monológiát, puskázásért, bungee-dásért, kommunikálásért egyes. Körülbelül minden magyar órán hallottuk, a címet mindig kell adni, hogy a bekezdésekre kell tagolni a tárgyalást, melyek szerintem mostanára már mindenki lennik a néni hangján csengen. Betén, vagy Bernadett néni segítségével megtanultuk, hogy mindig kell a függvénytázázat. Nagyon fontos jelölni az Y-tengert. Nem mindegy, hogy vaktor vagy fettő. És van itt térfogatának mértékegysége a négyzetszer. Tündérkék cicvereket, tündércicamókusok, cicukák és cicák. Ilyen és ehhez hasonló kedves megszólításokat hallattak a tagozatokat Andi néni matekórája során. Általános fogalmak nyerhettek új értelmet. Ilyen szó a bátorság. Az új jelentés értelmében az az igazán vakmerő, aki mert tagonként négyzetre emelni Andi néni szeme láttára. Köszönjük, hogy szívvel, lélekkel, szívecskével, napocskával tanított minket a matematika rejtelmeire. Eladósodni sem fogunk, mindenhol a pénzügyi, kaput és kvízletjátékainak köszönhetően, melyek ötösre és félre mentek. A szuper jámbor reményliából. E szavakról mindünknek eszébe jut Pál Zsoltanár, aki szorgosan öntözgetett időnk babacskáit. Történeteik, szálló idéit a 4 év során mind megtanultuk. Nem úgy, mint a táblatmentés. A havi feledet nem mindig sikerült. Az ebből fakadó feszültségeket, de a délutáni tanárdiák kosármeccseken vezették le az életések. Takó Géza tanár úr nem csak kémiát tanított nekünk, hanem még annál is több székely szó. És feladat megoldás közben nem egyszer jutott eszébe, hogy ismeritek-e ezt a mondát. A tagverek közül nincs olyan, aki ne ismerné József Attila Karóval jött. Mivel elolvasása egy-egy dioszórán házfeladat volt, ha valamit éppen elfelejtettük, vagy otthon van. Kerényi Zoli bácsi apai gondoskodással tanított minket, és figyelt oda ránk minden izgalmas terepgyakorlat alkalmával. Megtisztelő volt, hogy első generációs taggerekként tesztelhettük pontozós rendszerét. Erdélyi Zsuzsa néni felkészültségét nem túlzás azt mondani, hogy minden órán tapasztaltuk. Sose felejtjük a játékos összefoglalásokat, amikor megtanultuk, hogyan rajzoljuk le Imre Herceget, vagy más történelmi személyeket. Köszönjük az angol urai bingókat és daltanulásokat, valamint a felkészítést a kritikának. Böjtő Zsuzsa nénivel nem csak földrajzot tanultunk, hanem rengeteg emberséget. Köszönjük a felejthetetlen funkciókat, főleg a faktokat, és a kirándulásokat, melyek során megtanultuk, hogy nem írjuk hülyeséget a vendégtében, valamint azt, hogyan kell a sofőr kalapácsával közepetni. Természetesen még az összes találatokat felsorolhatnánk, hiszen mindnyájuktól rengeteget tanult. De most sajnos, ha mindegyikőjük zseniális történetét elmesélnék, még esik is úgy. Ezért most szeretnék megköszönni minden tanárunknak, hogy átadott tudásukkal felvértezve, támogatásukat érező bátorunk neki az útnak hétfőtől, a nagy megmérettetésnek, az érettséginek, és talán a még nagyobbnak, az előttünk álló évek. Az utolsó bekezdés sem maradhat el. Rita néni mindig kiemeli, hogy nagyon fontos az összegző, lezáró befejezés. Ott kezdtük, hogy mit is jelent a ballagás. Mint egy távoli szóról emlékeztünk. Most a beszéd végén tudatosulhat bennünk talán először, hogy épp ezt éljük át. A felsorolt emlékektől mind búcsúzunk. De valahol mélyen rejtve őrizzük továbbra is. Ballagási beszédünket reményik Sándor szavaival zárjuk. Egy percre ma oly boldog voltam, oly boldogtam. Tudva, e perc egy percig tart csupán, és aztán vége van. És én ki tudja, meddig várhatok, lesve zugértem kis part szövetéből, míg újra fölbukkan egy vitorla. Az örökké valóság tengeri. Kössék a gimnázium zászlajára az itt létüket jelző szalagokat, majd adják tovább a lobogót,
a jövőre végző évfolyam képviselője.